teljességgel elfogadhatatlan az MKP számára az a szerződés tervezet, amelyet a magyar-szlovák kettős állampolgárság szabályozása ügyében nyújtott át Pozsony Budapestnek. A közbeszéd vendége Berényi József, a Magyar Koalíció pártja elnöke. A szlovák fél a héten átadta Budapestnek a kettős állampolgárságról szóló államközi szerződés tervezetét, amely szerint a másik ország állampolgárságát kérelmező és az azt felvevő polgárok névjegyzékét évenként kölcsönösen át kellene adni. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes viszont kijelentette, egyetlen országnak sem hajlandók állampolgársági adatot kiszolgáltatni. A Bugár Béla vezette Híd párt, amely a szlovák kormánykoalíció egyik tagja, nem tudott a tervezetről, velük azt nem egyeztették. A parlamenten kívüli Magyar Koalíció pártja számára pedig elfogadhatatlan a tervezet. Vendégünk Berényi József, az MKP elnöke, jó estét kívánok! Miért teljességgel elfogadhatatlan ez az önök számára? Azért, mert nem teszi lehetővé, hogy felvegyük a magyar állampolgárságot, ahogy ezt a Magyarország gyűlés döntő többséggel ugye megszavazta, hiszen olyan feltételekhez köti, amelyet nem teljesítünk. Nem lakunk itt 12 hónapja, nem dolgozik itt a felvidéki magyarság jelentős része 5 éve, vagy nem tanul itt 5 éve, tehát meg akarják akadályozni, hogy éljünk a lehetőséggel úgy, ahogy az Erdélyben és Vajdaságban történik. Egyébként egy ilyen államközi szerződéssel elvileg ezt lehetne rendezni, vagy pedig szükség van arra, hogy a szlovák parlament döntsön, ugye az úgynevezett ellen-Fico törvény módosításáról, amit egyszer megpróbáltak, akkor aztán nem is került a parlament elé, most a koalíció tovább tárgyalja a dolgot. Elvileg lehetne kezelni akkor, hogyha az egy államközi szerződés lenne, amelyet a két parlament ratifikál a végén, és a szerződés része lenne az, hogy az úgynevezett Fico-féle ellentörvényt a szerződés hatályon kívül helyezik. De mindenféleképpen parlamenti ratifikáció. Természetesen, igen. Hogyan látja, mikor lesz arra esély, hogy ezt rendezze a két fél, illetve a szlovák parlament? Hát nem tudom, kicsit szkeptikusak vagyunk, ugyanis a kormánykoalíció 5 képviselője nem szavazta meg, ami azt a javaslatot, amely úgy, ahogy ezt rendezte volna, tehát csak néhány államigazgatási területen belül nem lehetett volna fölvenni a magyar állampolgárságot. És nem látom az indokot, hogy ez az 5 képviselő most miért változtatná meg a véleményét egy hónap alatt, hiszen ezt koalíciós képviselők nyújtották be, most pedig a kormány fogja előterjeszteni. Ezért mondtam, hogy ha a miniszterelnök asszony nem köti bizalmi szavazáshoz ezt a kérdést, akkor nem látom az indokot, hogy mi lesz a változás oka, esetleg mit kínálnak majd ennek az 5 képviselőnek, hogy szavazzon a javaslat mellett. Mennyire tántorítja el a szlovákiai magyarokat ez attól, hogy éljenek a egyszerűsített honosítási eljárás lehetőségével? A korábbi adatok azt mutatták, hogy azért kevesen kérvényezték. Ez bizonyal így lesz a jövőre nézve is, hiszen továbbra is életben van a Fico-féle ellentörvény, amiről beszéltünk. Egyetlen dolog van, amit még tudunk, az pedig, amit Semjén Zsolt mondott, amit ön is idézett, hogy Magyarország nem szolgáltat információkat arról ki, hogy ki rendelkezik magyar állampolgársággal, és ki nem. Tehát ezt felfordíthatjuk úgy, hogy aki szeretne, jöjjön Magyarországra, kérvényezze itt, és nem fog róla kiderülni, hogy felvette a magyar állampolgárságot is? Nézd, ezt ön mondja, én jelen pillanatban két dolgot tudok mondani az embereknek. Az egyik az, hogy mindenki elveszíti, aki felveszi és bejelenti, és ugyanakkor azt tudjuk, hogy magyar fél pedig nem tájékoztat erről a kérdésről. Mindenki tudja, önök műsorában is elmondtam, hogy én is kérvényeztem január elején. Február 10-én sajtótájékoztatót tartottam Pozsonyban, ahol a szlovák médiák előtt is elmondtam, hogy mivel a kormánykoalíció nem teljesítette az ígéretét, ezért innentől én sem fogok informálni arról, hogy milyen állapotban van az én kérvényem. Szlovák kormánykoalíció itt pontosan a állampolgárság kapcsán azért megremegett, és nagyon kicsi többsége van a kormánykoalíciónak. Ön hogyan látja most a helyzetet? Marad ez a kormánykoalíció, esetleg kisebbségi kormányzás lesz, előrehozott választások, vagy netán a Ficóval esetleg egy nagy koalíció, mert hogy ezt azért latolgatja a szlovák sajtó? Hát amit ön felsorolt, ez mind lehetséges kifutási terület. Nagyon nehéz megmondani. Azt tudjuk, hogy még nem volt Szlovákia olyan kormánykoalíció, amely 3-4 évvel munkájának a megkezdése után ilyen komoly belső feszültségekkel nézett volna szembe. Nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz itt a megoldás. Önök egy előrehozott választásokat szeretnének, vagy az MKP szempontjából ez egy jó forgatókönyv lenne?
Abban az esetben, hogyha itt egy következőben egy jobb kormányzat jön létre, egy erős magyar érdekképviselettel, akkor miért ne természetesen? Mert most azt látjuk, hogy ez a kormánykoalíció nem teljesíti az ígéreteit. Korábban beszéltünk arról, hogy a pénzbírságok például a nyelvszerényben benne maradtak, és ha ez az állampolgársági dolog nem oldódik, akkor gyakorlatilag az ellenzék programját hajtják végre. Tehát akkor ilyen szempontból erre a kormánykoalícióra így nincs szükség. De ugyanakkor azt nem akarjuk, hogy a Fico jöjjön vissza. Mi azt szeretnénk, hogyha kicsit erősebb lenne a magyar érdekképviselet mind a parlamentben, mind a kormányban. Ennek érdekében a Hiddal van most már egy konstruktívabb együttműködés, például a népszámlálás kapcsán összefogtak, közösen kampányolnak, hiszen az az érdekük, hogy minél több ember vallja magát magyarnak Szlovákiában. Így van, a népszámlálás az egy olyan történet, ahol mindent félre kell tenni. Kérhettük volna, hogy mondjuk vonják vissza azt a eléggé, hogy mondjam, elfogadhatatlan szlogent, hogy mindegy, hogy az orvos nemzetisége milyen, ha jól gyógyít, mert most ugye visszakérhetik, számon kérhetik tőlünk az emberek, hogy azt hogy gondolták. Nem teszünk ilyeneket, azt mondtuk, üljünk le és egyeztessünk ezekben a kérdésekben. Én bízom benne, hogy itt az egyességet mindenki tartani fogja, és közösen tudunk kormányozni. Ha majd eljön annak a lehetősége, hogy itt a választások egyáltalán ugye előttünk lennének, akkor bizonyára, hogy el kell gondolkozni azon, hogy hogyan tovább. Jelen pillanatban erre nem tudok most választ adni, de nehéz egyébként egy ilyen, hogy mondjam, a vegyes párt léte maga az, amit már egyszer műsorban kifejtettem, számunkra gond, és hát az is gond, hogy valahol állhattak minket ezek a kormányok. És az MKP-t ön irányítja április után is, mert hogy tisztújítás lesz, és egyes sajtóhírek szerint Csáki Pál is indulni fog az elnöki tisztségért. Jelen pillanatban még most zajlanak a helyi szinten az ülések, utána a járási szinten, utána fogjuk megtudni, hogy kik a jelöltek. Meglátjuk április után, hogyha én úgy fogom érezni, hogy illetve márciusban úgy fogom érezni, hogy a járási szinteken van támogatottságom, akkor vállalom a jelölést. Amennyiben úgy fogja gondolni az MKP, hogy más személyre szükség van, akkor miért ne? Számomra ez nem olyan kritérium, mint Bugár Bélának, hogy akkor csinálok egy másik pártot, ha nem jön össze, nem erről van szó. A lényeg az, hogy erős legyen az MKP, bárki is legyen az elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a közbeszéd.